Sziasztok! Most egy rövid kis történetet fogok nektek elmesélni, ami nem is velem, hanem a fiammal történt, méghozzá egy 1.8-as HSD Toyota Auris hibriddel, mivel ez az autó számára munkaeszköz, hiszen Budapesten taxizik vele, ezért nagyon odafigyel rá, hogy mindig időben le legyen szervizelve, és tényleg a legjobb minőségű olajat, legjobb minőségű kenőanyagokat kapja, és legalább havonta 100 000 forintot költ karbantartásra, illetve szervizelésre, hogy mindig valamit rendbe tegyünk az autón. Bizony nagyon igaza volt annak az illetőnek egy videóban, amit néztem egy olyan másfél évvel ezelőtt, amiben arról volt szó, hogy mikor érdemes és mennyi kilométerrel használt autót vásárolni. Mi úgy néz ki, hogy pont belenyúltunk abba az időszakba, amikor kezdenek előjönni a problémák, és mindent el kell kezdeni kicserélni az autón. Ugye egy hibrid autónál, mivel a visszatöltések miatt keveset használjuk a féket, azért pont ilyenkor kezd eljönni az ideje annak, hogy már fékbetétek legyenek benne cserélve, itt most már féktárcsát is cserélni kell. Én azt gondolom, hogy fékbetét már volt cserélben ebben az autóban, de féktárcsa az úgy néz ki, hogy még nem. Na de mi is a lényeg? Ebben az autóban jelenleg 276.000-277.000 kilométer van, 10.000 kilométerenként van benne cserélve olaj, jó minőségű Eneos olajat tettünk most is bele, de mindig 0W20-as és a lehető legjobb minőséget kapja. Viszont most történt egy meglepő fordulat az autó életében, és még szerencsé, hogy nem fuvarban volt Tamás, mert egyszerűen megállt alatta az autó. Egy hibajelzést adott, hogy azonnal állítsa meg az autót, és már menet közben le is állította a motort a járgány, még elgurulni el tudott vele az út szélén, hogy biztonságos helyen megálljon, és onnantól kezdve nem is lehetett indítani az autót. OBD-olvasóval megnézték a srácok, a Tamásé az nem tudta ezt a hibakódot megfejteni, aztán egy taxis barátja jött segítségére, és megfejtették, hogy ez bizony a vízpumpa hibakódja, tehát meghalt a vízpumpa. Igen, jó hallottátok, nem csak elkezdett alacsonyabb fordulaton menni, meg előjelekkel így, hogy most már jobban melegszik a víz, stb., hanem egyszerűen addig jól működött, tehát mindig nézte Tamás, amikor nagy meleg volt, hogy hány fokos a víz, addig soha nem ment följebb 90-93 Celsius foknál, és még a legnagyobb melegben sem budapesti forgalomban, és egyszer csak megállt a vízpumpa. És nagyon úgy tűnik, hogy eredeti vízpumpa volt még benne, tehát soha nem volt cserélve ebben az autóban, tehát 277.000 kilométert ment el, úgy, hogy hibamentesen, mert bizony vízpumpából, ami ebben az autóban elektromos, tehát nem szívhajtású, ilyenkor már a másodikat szokták cserélni benne. Na de mit is tehet egy taxis, amikor így ott hagyja az autó az út szélén? Bizony, tréler. Tehát bárki, hogyha ilyet tapasztal, hogy az autó azt mondja, hogy azonnal állítsa meg az autót, főleg egy ilyen Toyota Aurisnál, vagy egy Toyota Priusnál, a Prius 3-ban is ugye ugyanez a motor van, és ugyanez a rendszer, akkor bizony álljatok meg, ne üssétek ki a hibakódot, mert ez tényleg egy várható esemény ezeknél az elektromos vízpumpáknál, hogy cserélni kell. Tamás barátja próbált a Toyota szervizben időpontot szerezni, hogy minél hamarabb megjavítsák az autót, mondanom sem kell, hogy ez nem jött össze, és akkor kezdtem én is bekapcsolódni ebbe a probléma megoldásba, és felhívtam a kuperkárosokat, hogy foglalkoznak-e ilyen Toyotákkal, és hogy ez a probléma. Mondták, hogy persze, 2-ig van munkaidő, ez volt 11:30-kor, úgyhogy gyorsan le kellett Tamásnak szerveznie, hogy jöjjön a tréler az autóért, és eljusson Gyömrőre a járgány. És olyan rendesek voltak a srácok, hogy mivel tudták, hogy taxiról van szó, mondták, hogy tudják, hogy ez óriási kieséseket okozhat, hogyha megáll egy ilyen autó. És még aznap, amikor fölhívtam őket, néhány órával később már szerelték is be a vízpumpát, lecserélték a hűtőközeget, sőt, ha már ott volt az autó leszerelt motorvédő lemezzel, akkor már egyúttal a hajtómű folyadékot is leengedték, ami bizony elég sötét volt már a járgányban, pont esedékes volt már ennek a cseréje, és innentől kezdve ők azt javasolták, hogy 50.000 kilométerenként legyen lecserélve a hajtómű olaj, vagy nevezhetjük áttételmű olajnak is, nem tudom, hogy mi a helyes kifejezés ennél a sebváltó nélküli autónál, de nektek is azt javaslom, hogy minél gyakrabban cseréljétek, ugye a Hyundai Ioniqon van, és nekem 110.000 kilométernél volt lecserélve, 120 vagy 130.000 kilométernél ajánlott, de nem kötelező, viszont én kötelezővé tenném, és én is bizony 50-60.000 kilométerenként le fogom cserélni, mert nem nagy tételről van szó, az én autómban például 1 liter olajat kell lecserélni ilyenkor, a víz
lámpa javítás és hűtőközeg csere az 127 ezer forint volt, és ha jól emlékszem, akkor mindennel együtt a hibakód kiolvasással, az akkumulátor tesztel, hát itt a fiúk ki tudják olvasni még az akkumulátor állapotát is, ami szerencsére ennél az autónál tök jó volt, ezért volt egy ilyen számítógépes diagnosztika is, ha jól emlékszem, annak 5000 forint volt az ára, és mindennel együtt fizetett a fiam 170 ezer forint környéki összeget. Akkor említették a srácok, hogy mivel taxiként üzemel az autó, ezért egy fokozott igénybevételnek van kitéve az akupak és az egész hibrid rendszer, ezért érdemes lenne kitisztítani az akkumulátor felé vezető hűtő alagutat és a ventilátort. Ők az akkumulátorig nem mennek el. Azt is tudni kell, mint plusz információ, hogy Zsufa Bélánál már bejelentkeztem, és valóban igaz a hír, hogy hónapokkal későbbi időpontot tud csak adni Béla, mert október 6-ára kaptam időpontot, viszont addig is, hogy legyen benne szűrő, mert érdekes módon az előszűrő az hiányzott ebből az autóból, ezt is pótoltuk, ez 8000 forintba került, egyébként ez is benne volt ebben a 170 ezer forintban, amit az előbb említettem, mint szervizköltséget, és most pedig eljöttem erre a tisztításra, ami megint csak nem egy nagy összeg, ez 5000 forintba kerül, itt kiveszik a hűtőventilátort, ami az akkumulátorhoz szállítja a levegőt, és ezt a műveletet, ezt náluk is el tudjátok végeztetni, ezt akkor már Bélának már nem kell megcsinálnia, és ő tud majd foglalkozni mélyebben az akkumulátor lelki világával, tehát megnézi a kis réz csatlakozókat, megnézi az akkumulátor valódi fizikai állapotát, és utána kaphatunk egy jó kis képet arról, hogy hogyan is áll az akkumulátor pakkunk. Elvileg ebben az autóban, mivel folyamatosan kötöttek rá hibrid garanciát, tehát ezen 8 darab hibrid garancia már volt kötve erre a járgányra, ezért elvileg egy olyan 50 ezer kilométerrel ezelőtt volt benne a kupak cserélve, és azért jó a hibrid garancia, mert tudtom, hogy ott nem javítgatják cellánként, hanem kap egy vadonatúj a kupakot az autó. Sajnos pont az ezzel kapcsolatos visszaélések miatt taxikra már nem lehet csak akkor hibrid garanciát kötni, hogyha előtte maximum 5, illetve maximum 4 alkalommal volt kötve ilyen hibrid garancia, tehát 5-öt lehet összesen. Eddig ez könnyebbség volt, hogy amikor már taxivá vált, akkor utána lehetett 5 darabot, most már nem ez van, tehát ezt is eltörölték, mert nagyon sokan visszaéltek vele, hogy direkt tönkretették az akkumulátorokat a taxiban, és akkor tök jó volt, mert ilyen 2-3 évente szépen mindig lecseréltették, és ennek ez lett az eredmény, hogy jól megszívották a becsületes embereket, mert most már nem lehet taxira ilyen garanciát kötni, tehát csak akkor 5 darab van összesen, és előtte se lehetett több, mint 5 darab. Tehát ez az autó kiesik ebből, hiszen amint említettem, ezen már 8 darab hibrid garancia volt, viszont úgy tűnik, hogy jó állapotúak az akkumulátorok, mert gyakorlatilag a 276 ezer kilométerből csak 50 ezer kilométer van bennük. Ez a szűrő sajnos hiányzott belőle. Nos, így néz ki a ventilátor lapátok, hogyha amikor kiszerelték, és ezt fogják most megtisztítani a fiúk, és utána visszamegy. Tehát ez gyakorlatilag rontja a hatásfokát sajnos a ventilátor működésének, hogyha ennyire rá van rakódva a szennyeződés. No, el is készült a tisztítás, így néz ki tisztítás után a ventilátor, tehát a hatásfoka meg a hangja is szerintem egész más lesz, és így néz ki a ventilátorház. Jó, tehát ezt tudjátok itt elvégeztetni, a komolyabb beavatkozást, amikor már az akkumulátorhoz is hozzá kell nyúlni, azt pedig akkor Zsufa Bélánál tudjátok megcsináltatni. Na, úgyhogy ennyi volt ez a történet, tehát vigyázzatok, mert előfordulhat bizony, hogy ott hagy benneteket az útszélén, és tök jó dolog, hogy van egy ilyen biztosítás a taxisok számára, hogy Pest megyében, tehát még Gyömrő is belefért, egy ingyenes tréler szolgáltatást kapnak, és így el tudják szállítatni az autójukat. Ilyenkor nem szabad sem vontatni, sem mozgatni, tehát csak annyit bír ki az autó, hogy fölálljanak vele a trélerre, meg leálljanak vele, és azonnal utána szervizbe kell vinni, azért, hogy cseréljék ezt a vízpumpát, és ilyenkor bizony hűtőközeget is cserélni kell, tehát ez egy pici plusz költség. Most ismét volt alkalmam néhány száz kilométert közlekedni ezzel a járgánnyal, és bizony még mindig meglepő a fogyasztása, tehát elképesztő, küldtem is a fiamnak a képeket, hogy 3,5 literrel is el tudtam vele menni, és nem ilyen 30-as meg 50-es tempóval, nem, normál forgalmi tempóban, tehát én 90, városban 60, és nem kerestem szélárnyékot, ez az autó még mindig tudja ezeket az értékeket, 4,2 volt, amikor több
volt benne egy kicsit az országút, meg egy kicsit úgy sietősebben mentem, amikor odafelé mentem a szervizbe, tehát akkor autópályán mentem, ott azért voltam szélárnyékban is, és 110-es tempóval mentem a nulláson, és így volt 4,2, és amikor hazafelé ilyen 120-as tempóval mentem, akkor pedig ilyen 5,7 liter volt az átlag fogyasztásom, ott nem volt egyáltalán szélárnyék. Ennyi volt ez a videó, köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottatok, remélem hasznos információk voltak ebben is. Legyen szép napotok, sziasztok!